Üdvözlök mindenkit, Takács Kristóf vagyok. Az elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások árazása úgy látjuk, hogy továbbra is egy kiemelten fontos terület a hazai pénzforgalomban. Úgy látjuk, hogy továbbra is bőven van lehetőség, illetve szükség is beavatkozásra ezen a téren, annak érdekében, hogy a szolgáltatások árazása jelenleg ilyen jobban ösztönözze az elektronikus pénzforgalmi szolgáltatásoknak a használatát. Az elemzéseink alapján látható, hogy nagymértékű különbségek vannak az ügyfelek által fizetett díjakban. Ezen az ábrán látszik, hogy hasonló fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek által fizetett költségek hogyan oszlanak meg. Például az utolsó előtti oszlopban az látszik, hogy azok az ügyfelek, akiknek havonta 56 és 60 darab elektronikus közötti elektronikus tranzakciójuk van. Ezek között az ügyfelek között vannak olyanok, akik kevesebb, mint 1000 forintot fizetnek ezekért a szolgáltatásokért havonta, és vannak olyan ügyfelek, akik több, mint 8000 forintot fizetnek ezekért. Tehát minden kategóriában akár több ezer forintos különbségek is lehetnek az ügyfelek által fizetett díjak között. Ebből az látszik, hogy van sok olyan ügyfél, aki nem a számára leginkább megfelelő számlacsomagban van jelenleg. Illetve részletesebben megvizsgálva az adatokat, az is látható, hogy sok ügyfél használ olyan szolgáltatásokat, amiket egyébként más olcsóbb, vagy akár ingyenes szolgáltatásokkal ki tudna váltani. Például számos ügyfél meg mindig SMS-ben kap értesítést, miközben elérhető lenne mobiltelefonjára mobiltelefonos értesítés is. Ugye az SMS értesítés jellemzően fizetős szolgáltatás, míg a mobilértesítés jellemzően ingyenes. Miért probléma ez? Két módon is negatívan hat ez az elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások használatára. Nyilván közvetet, közvetlen módon azok az ügyfelek, akik magas költségekkel szembesülnek, és azt látják, ha gyakrabban használnák ezeket a szolgáltatásokat, akkor még többet kellene fizetniük. Nyilván kevésbé érdekeltek abban, hogy gyakrabban használják ezeket a szolgáltatásokat, közvetetten pedig ugye ezeknek a szolgáltatásoknak a megítélésére is negatív hatással lehet. Ez a helyzet azt ö, úgy értelmezhetik az ügyfelek, hogy ezeket a szolgáltatásokat célszerű inkább csak ritkábban használni, amikor valami miatt nem tudnak készpénzzel fizetni, hiszen magas költségeket okozhat nekik ez. Ennek a problémának a kezelése érdekében a pénzforgalom 2030 című pénzforgalmi stratégiában külön célt határoztunk meg az elektronikus fizetési szolgáltatások árazásának kezelésére vonatkozóan. A célunk az egyrészt, hogy az ügyfelek közötti költségkülönbségek csökkenjenek, ugye ez az ábrán kék színnel jelölt vonalak egymáshoz közelebb kerüljenek, a, a, az ügyfelek közötti ö, költségeknek a szórása az alacsonyabb legyen a jelenleginél. A másik célunk pedig az, hogy az átlagos költség, költségszint is csökkenjen, tehát általánosságban is kevesebbet fizessenek az ügyfelek a pénzforgalmi szolgáltatásokért, mint ezt jelenleg teszik. Ezeknek a céloknak az elérését számos eszközt tudja támogatni. Az egyik témakör az az ügyfelek jelenleginél intenzívebb és közérthetőbb tájékoztatása. Már most is van számos olyan elem, ami ebbe az irányba hat, és ezt segíti. Ilyen például a díjkimutatások, amiket évente megkapnak az ügyfelek. Ilyen a számlaválasztó program, ami az MNB honlapján elérhető, és az ügyfelek fizetési szokásaira szabva megvizsgálható, hogy melyik lenne az optimális számlacsomag az adott ügyfélnek, illetve nagyon fontos lenne az is, hogy az különböző pénzforgalmi szolgáltatások jellemzőit az ügyfelek egyszerűen érthető módon össze tudják hasonlítani, hogy hogyan működnek ezek a szolgáltatások, hogyan érhetőek el a számukra, és milyen díja van ezeknek a szolgáltatásoknak. Fontos az is, hogy legyenek olcsóbb szolgáltatások. Erről már volt szó korábban, ugye rövidesen elérhetőek lesznek az ingyenes átutalások QR kóddal, NFC alapon, illetve fizetési kérelemmel indított átutalások ingyenesek lesznek mindenkinek, és ugye a bankoknak sem kell ezek után tranzakciós illetéket fizetni. Valamint szintén rövidesen elérhető lesz a csökkentett díjú alapszámla, amiben leg, legfeljebb havi ezer forintért korlátlanul elérhetőek. A kártyás fizetések korlátlanul ingyenesek a fenti esetekben em, ö, indított átutalások, és így úgy látjuk, hogy minden fizetési helyzetben egy jól használható számlacsomag jön létre ezzel a Konstrukcióval és nagyon fontos ezek mellett az ügyfelek aktivitása is, hogy tényleg ők is ö, ö, aktívan keressék az olcsóbb szolgáltatásokat, és amennyiben látnak lehetőséget arra, olcsóbra cseréljék az eddig használt szolgáltatásaikat, vagy akár számlacsomagot is váltsanak, akár bankon belül, akár egy másik bank szolgáltatását ö, választva. És nagyon fontos, hogy a pénzforgalom 2030-ban meghatározott stratégiai célok, azok mérhető célok, és ezeket mi évről évre folyamatosan nyomon fogjuk követni, hogy hogyan alakul ezeknek a ezeknek a teljesülése. Köszönöm a figyelmet.